Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy teli hold július 21-én. Ezen az estén tartok egy teli hold szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Most mutatom a horoszkópot az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. Egy teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. A nap, SO, itt a képen németül díszone, magyarul a nap, a rák jegyében van. Ezzel szemben a hold, MO, der Mond, németül, magyarul a hold, pontosan szemben van a bak jegyében. És itt két különböző témáról van szó. Egyrészt érzelmekről, hiszen a rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Azon kívül itt van a közelben Vénusz bolygó, utal ránk hölgyekre, de jelenti a szerelmi témákat is. Amit a rák jegye még jelenthet, ez az otthon, a családi kapcsolatok. A hold a bak jegyében a föld eleméhez tartozik, utal a reális dolgokra. Azon kívül fontos, hogy legyenek magas célok, amit nem szabad feladni. És most mutatom a kártyákat, ez egy teli hold kivetés, az időpont az teli holdtól új holdig, mégpedig augusztus 4-éig. Itt látható a szív, utal a szeretetre, a szerelemre, de ez a szív sebzett. Itt vannak fájdalmak. Nem csak nálad vannak ilyen fájdalmas emlékek, mert valaki megbántott téged, hanem nála is. Itt a két kép mutatja azt, hogy ő az erejét a munkájába fekteti. Nagyon sok a dolga, de nem kap elismerést. Kicsit szomorú emiatt. Itt is vannak csalódások nála. Ami kettőtöket illet, ő tervez veled valamit, de még bizonytalan. Viszont itt látható, hogy nyitott érzelmekről beszélni, hiszen kimutatja az érzelmeit. Sőt, itt is a kelyhek láthatóak, ami jelenti az érzelmeket, és lesz egy új kezdet kettőtök között. Ő fontos döntéseket fog hozni. Jelenleg még ez egy átmeneti időszak, hiszen az egyik partot már elhagyta, lezárja a múltat, lezárja a fájdalmas emlékeket, evez egy új part fele, ezek a tervek nála, és itt lesz majd egy új kezdet kettőtök között. De ez az új kezdet, ez eltarthat új holdig, tehát augusztus 4-éig. Visszatérve még a horoszkópra. Az indiai asztrológiánál vannak az úgy nevezett holdházak. Ez a teli hold az Uttarakhanda holdházban van, ami azt jelenti, hogy itt lesz nyeremény, itt lesz siker, de ez később fog megvalósulni. Tehát nem azonnal érezhető ez a siker, vagy ez a nyeremény, hanem ez eltarthat egy ideig. E felett, a holdház felett a nap
uralkodik, ami megvilágít bizonyos dolgokat. Ez a holtház is azt jelenti, hogy jelenleg van egy átmeneti időszak. A nap a rák jegyében van, és egy jó kapcsolatban áll Mars bolygóval. Mars bolygó jelentheti a mi életerőnket, vagy a férfiakat. Mars bolygó az a bika jegyében van, ez utalhat a biztonság érzetére, az élet örömre, vagy az anyagiakra, és a nap megvilágítja ezt a témát. Mars bolygó és Vénusz bolygó között is van egy jó kapcsolat, ami kihat a szerelemre. A férfias és a nőies energiát jelenti. A nap egy jó kapcsolatban van Neptun bolygóval. Mindkettő a víz eleméhez tartozik. Neptun bolygó a halak jegyéből hat, és a nap a rák jegyéből. Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, a nap megvilágítja ezt, tehát tisztán látjuk ezt a belső képet, hogy mit akarunk elérni, és ez megvalósítható, hiszen a Hold és Mars bolygó mindkettő a Föld elemében van, és az utal a reális dolgokra. A Hold egy jó kapcsolatban van Mars bolygóval, ez jelenti az érzelmeket is a férfiaknál, és a Hold jó kapcsolatban van Neptun bolygóval. Neptun bolygó visszafele tekint, ez jelenti a múltat. Vagy valaki visszatér a múltból, vagy voltak elképzelések már a múltban is, de nem hittél ebben, vagy nem sikerült ezt megvalósítani, de most jó az energia, sőt ez a holtház jelenti azt, hogy itt sikerek lesznek. Ezek az elképzelések megvalósíthatók. Mint említettem, ezen az estén, ezen a teli hold napon tartok egy szertartás, a téma az, hogy mi legyen az új irány, milyen magas célokat kellene elérni, hiszen a hold a bak jegyében ezt is jelentheti. Kell még egy kicsit a türelem, amíg egy elképzelés megvalósul. Fontos még a szerelmi kapcsolat, a család, az érzelmek, a biztonság érzete és az életöröm. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!